Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Elnézést, hogy eltűntem az elmúlt egy hónapra. Igazándiból nem találtam semmi olyan játékot, amire azt mondanám, hogy megérné akár csak egy forintot is kikölteni, hogy megpróbáljuk, vagy időt szánni rá, mert nem találtam semmi újdonságot. A Life is Strange-el viszont már nagyon sokan rágják a fülemet. Azt mindenképpen folytatni fogom. Viszont most elhoztam nektek egy rohadtul beteg játékot hoztam el. Ez nem más, mint a Besiege. Ez egy nagyon-nagyon új játék, tehát még szerintem nekem is csak ez egy ilyen beta-alfa verzió lehet. Alkalmam volt már egyszer kipróbálni, tehát nem lesz teljesen új a dolog. Viszont valami fergetegesen beteg. Tehát én sikítok a röhögéstől. De hát igazándiból nézzük, hogy mit tudunk az egészből kihozni. Na, hát így néz ki belülről a játék. Igazándiból egész egyszerű, kis jópofa, szép, igényes. Hova kell több? Ennyi doszt elég, nagyon kis forgásokkal. Az Y-na kezdünk. A menürendszere egész egyszerű. Igazából mindent be lehet rajta állítani. Úgyhogy lássuk, kapunk egy ilyen kis kezdő kockát és egy How to Build ablakot. Hát igen, ez nekem most már hál' Istennek nem fog kelleni, mert arra még emlékszem, hogy az így néz ki, hogy így csinálni kell, így mindent rá kell akasztani, és akkor ez így most nekünk rohadtul jó lesz. És akkor ezt el kell pusztítani, kell rá kereket tenni. Hát igen, így néz ki az első pálya. Építesz ilyen kis cuccost. Az gyönyörű, azt úgy oda kellett, az biztos volt. Ezt így fogod, lerakod az autókádat, hogy úgy ujjaj, de rohadtul jól nézek. Nézd már oda, ott egy emberke. Megindulsz, és akkor puk, készen vagy. És még ha igazi szemét akarsz lenni, akkor még a fát is kidöntöd, meg a barikat is megölöd. Az őri barikat. Még ugye ez nem fordul, ez még arra alkalmatlan. Majd fog. Na nézzük, jöjjön. Igen, itt már egy kicsit komplikáltabb a dolog, itt meg kell emelni az elejét. Megemeljük mi, hát ezen nem újjék. Fogjuk, és van itt ez a kis nyilunk, ezzel följebb emeljük. Szerintem egy kocka előre éppen elég lesz. És megnézzük, hogy hibátlan. Hibátlan a művészet, csak egy kicsit odébb kell tenni. Ez olyan szép, gyerekek, hogy ilyen szép még sose volt. A kereket hátulról kiszedem, mert az nem kell nekünk most. Nézzük, hogy így mennyit. Úgy, egy kicsit azért, mint a sok lenne. Még így is eltaláljuk. Letesszük. Mert mi jók vagyunk, és van egy ilyen, hogy Veapuanri. A játékban tényleg ez valami hihetetlen, érted? És egyszerűen semmi határod. Tehát nincs megszabva semmi. Amit akarsz, azt építesz, gyerek. Csak csináld meg, és laradjon egybe, érted? És akkor ezt itt megfogjuk, mert ez különben szét fog ugrani. Ezt biztos, hogy nem igazán díjazná a szerkentyű, hogy én így erre akarom felhasználni. Ezt most tudnám már hülyét kapna. Ezt most úgy meg kell fogni, elég derekasan, mert ez különben szét fog ugrani. Jó, hát ez most itt tart. Így. Innentől ideig. Hát ez meg ilyen kis plusz, hogy most már mindenhol körbe van fogva, hát ez igen, öcsém. Ezt még nem tudom hova fogadni, de még ide. Úgy, tessék, hát ez most egyben maradt, baszki. Holdról ledobhatnám. Jött a limit. Ez még jött. Kész. Probléma nincs, megoldva. Na de tegyük le. És tegyünk rá fegyverzetet. Azt mondja, hogy Canon, nem is kell olyan túl, de húlja nagyon sok. Azért, mert rálapáltalunk legalább egy ilyen 10-12 darabot, amennyi ráfér. Aztán jönnek a kockák ide. Meg oda is egy. Aztán oda is teszünk még egy kis Canont. Aztán jön még egy kis kocka, mert még hátrébb is tudunk parkolni. Parkolni, pakolni. Oda is jöhet, meg oda is jöhet. Az igen, gyerekek, hát az gyönyörű lesz, azt egyszer lövöm meg. Azt a téridő kontinuumból kilövöm, az igen. Azt szerintem itt még össze kéne fogni, mert ketté tépem a picsába az egészet. Egy oda,
meg még egy kocka oda, és akkor most úgy nézzük, hogy mit alkottunk. Az igen, gyerekek, de majdnem. Majdnem. A cél megvolt, várja. Hajime, oda nézzi, hoppa, bunny hoppa, megvolt és egybe maradt. Hősök vagyunk. Na, azt mondja, hogy? Ha most oda be kéne jutni, az vicces lesz. Jó van, hát. Így gyerekek vagyunk, mi megoldjuk. Építünk ide is, ez a how to use the camera, ez nekem köszönöm szépen, don't need. Hogy legyen, hátsó kerekesnek kéne lennie, mert elő nagy a súly. Miért volt hátsónak kéne lennie, na mindegy. Tudunk rá egy nem ilyet, hanem egy ilyet, ezzel tudunk majd kormányozni. Úgy. Erre rátolunk még egy kockát. És erre toljuk rá a kereket. Dot, kerék. Csak egy kicsit meg kell menni. Úgy. És akkor most mehet rá a kerék, ide is, meg ide is. Ez valami gyönyörű ez az autó. Ez csodálatos. És akkor most már fordul a kerék. Hocococococococ. Kicsit nehézkesen, de fordul. És akkor itt el kell lavírozni itt a bombák között. Hopp, finoman. Finoman. Nem. Nem. Másik irány. Úgy. Nem. Megint elnézem, mindig elnézem. Nem. Minden az bal kézzel kormányozni. Ez nem is lehet. Úgy. Most szépen kifordítjuk. Gyere, bébi. Gyere, úgy. Azaz. Meg is lesz, figyeld. Hát volt egy bari. Egy öri bari. Hopp, figyelj, beállítom egyenesbe. Elmegyek mellette. Hopp. 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 És figyeld. Szépen lassan beállítom. Oda nézz, és megvan. Elsőre. Na. Királyság van. Újra célpont. Destroy. Nézzük, mit csinálunk jelenleg Ézéval. Hőserővel. Hát nem rossz. Nem rossz, de csak félig van kész, mivel nem kellenek rá a kerekek. Essik el. És essik el. Nézzük. Oké. Szettünk mindenkit, csak nem lett elég. Kérem még hátra egy kis plusz, egy ilyen kis támaszték, mert így nem tehetek ide. Ja nem, mert most azért törölni akar, hülye vagyok. Úgy. Mert így most egyelőre csak szét tud esni. És ez úgy meg nekem nem túl jó. Kell rá kerék. Mert mindenképpen, mert el kell menni a fal mellett. Most nem fogok itt azért mi ez ilyen bújs katapultot építeni. Nem vagyok én megbolondulva. És akkor lefelé kell egy cucc. Ide meg ide. Hú, gyerekek, ez nagyon durván fog kinézni. És akkor ez ide jön, erre még egy kocka. Az szép lesz, bazd meg. Az igen, hogy sem. Ja, hogy ezért az jött szét. Hát megnéztem, mert meg sincs fogva, baszki. Jaj, hát nézzenek oda. Hát össze se fogadtam a gépet. Hát de nézzél, most már szét se tud esni. Hol? Hogy? Nincs az a kevéssé, hogy hagyjam neki, érted? Na, azt mondja, hogy teszünk ide egy kereket, meg teszünk ide egy kereket. És igazából nézzük, mit produkáltunk. És már olyan súly van a hátulján, hogy most már egyre tisztában fordul az egész szerkezet, már egyre kevesebbet driftel. És itt így, fogom is így. Szava! Bébé! Eddig a játék az beteg. Hú! Hú! Jön a nép! Oh! Ötletem támadt! Júj! Mi ötletem támadt! Júj! Hát én mindjárt besírok ezen. Na ezen hülyét kaptok. Na ez kell ezt. Jaj Istenem, és ezek nekem fognak rombolni. A hős nép. Gyerekek.
Figyelj, az a cél, hogy pusztítsd el. Az már nem, hogy a gépnek is egyben kell maradnia. Igazándibó. Hát akkor már igazándibó. Építsünk valami nagyon egyedit. Ez így egy egyedi kocka. Hát olyasmi. Ez egy egész szép kocka. Ó, azért igen, tehát ilyen FPS problémák még akadnak. Egyem meg oda nézi, jaj, leszedi. És csak az ijászok, tehát ezek itt elől, ezek nem csinálnak semmit, csak jönnek, mert hősök. Na mindegy, Brace-szel össze kell fogni az egészet, mert különben az ijászok szétszedik. Na hát kész is van, lett egy ilyen elég strong kockánk. Most meg ezt is képesek terrorizálni, bár nem olyan minős, nem olyan mennyiségűen. Ez igen, azért az észrevehető, hogy csökken az FPS, ugye. Egyre durvább dolgokat épít az ember, akkor már úgy rohamosan csökkenni fog az FPS-e. Ugyanis azért... igen, az más. Ugyanis azért van egy gépigényünk. És itt jön a flamethrower. Ezt minden egyes alkalom, ugye jó lesz. Akkor ebből is építgíti. Gyerekek, ez nagyon durva lesz. Ezt így minden oldalra. Üzendiból. Onnantól már csak a jelszó kell. Az igen. Tettő azért nem mennék a közelébe. Úgy gyerekek, ez azért beteg lett. Na, ide is építünk egyet, mert... Hát ha... És akkor gyerekek, mi a régi jelszó? Nem más, mint hogy... Burn, bitch, burn! Oda nézd! Azt jól, tényleg gyerekek, 3-as FPS! Az igen, mindenki megdeg lett. Atya úristen! Basszus, itt már kezdhetjük előről, mert itt már ezékat kell. Igen, itt mondja, hogy hogy el lehet menteni a járgányokat, tehát nem kötelező mindig így nulláról kezdeni. Ez csak nekem hóbortom, mert én vagyok ilyen hülye, hát mondjuk erre most nem lehet mit mondani. Tehát ez most egy ilyen 10 pontos öngó volt, na mindegy. Azt mondja, hogy ezt itt megfogjuk, meg ide is egy ilyet, aztán rá egy kocka, meg itt rá egy kocka, itt is jöhet rá, hogy azért egy magas kockánk is legyen. Úgy, és akkor most hátrafelé is jön egy kocka. Nem, hátrafelé nem jön kocka. Hátrafelé csak ez a kis cuckombó jön, erre jön rá a kocka. Erre jön rá a kerék. Ne, miért oda teszem a kereket, hülye? Leradírozzuk a picsába. Na, és akkor most relatíve építettem egy ugyanolyan semmire sem jó szart, de legalább most magas, tehát fantasztikus. Na mindegy. Na nézzük. És most csak alig-alig bír fordulni. Gyerünk! Oké, megvan. Egy. Zsír. Nem tudom, hogy kell ezzel rendesen fordulni. Ez rohadt nehéz. Hát csak erre nem vagyok én targoncához hozzászokva. Meg lesz, gyerünk! Ah, jó van. Jó van, hősök útunk. Szép volt. Jár a ropi. Erre is van ám jó ötletem, gyerekek. Jó, olyan ötletem van, hogy jó. Júj, mit építek én most nektek? Ezt így oda ledobjuk, hogy magasság jó-e, hát nekem jónak tűnik. Hol is voltak azok az ágyúk? Kocka, don't need the kocka. Ezt lehet, hogy hozzá kéne építeni.
Inkább kezdjük előről. Építünk ilyen baszógépet. Ezt is miért úgy tettem, na mindegy. Oké. És akkor az elejére jöhetnek a kisebb kuckák. Úgyni. Most mi a position? Tökény. Oké. Ezt először is letesszük, és egy kicsit hátrébb megyünk, mert nem bírok dolgozni. Hol vannak az ágyuk? Négy ágyú, Canon. Ágyukat szépen egy sorba. Oké. Aztán rátolunk még kockákat. Aztán teszünk még egy kis ágyút, nem Metal Spike-ot. Úgy, és most hátra ilyen duplát, hogy odaférjünk az ágyúval. Gyerekek, mivel semmi nem fogja ezt az egész szerkezetet, ez most fog szétugrani. De cél elérve, tehát... Na nézzük, mi a következő. Use explosives to destroy 40%. Jajaj. Húha, gyerekek, akkor ide viszont már nekünk katapult fog kelleni. Húha. Hogy építsünk katapultot? Na várjál. Na ez most nem egy egyszerű dolog. Ja, most van valami a fejemben, de... Hát aztán majd kiderül, mert... Azt viszont nem tudom, hogy ahhoz milyen cuccok kellenek. Az viszont nem kell nekünk most. Nem viszont ennek a tetejére kell majd... Ilyen cucc, meg ilyen cucc. Igazából ez a két hátsó, ez valami kőkemény. Aha, viszont... Ez rohadtul fog most kelleni, hogyha... Ha minden úgy működik, ahogy én akarom... Mert pedig megpróbálom úgy megoldani, akkor ez most itt relatíve majdnem megpróbálja szétrántani a gépet. És ezt meg úgy nem igazán díjaznám, hogy így gondol egyet. Igen. És akkor most keresünk itt valami mechanical spring. Click and drag to draw a spring between two points. Szerintem ezt kell nekünk. És akkor innen, ide, innen, pedig, mondom innen, ide. És akkor nézzük, ez mivel el. Ha próbálnám összerántani a gépet. Na most indul a kérdés, hogy ezt akkor mégis hogy a szarba feszítse meg úgy, hogy ez működjön is. Nem onnan kéne, hanem innen. Nem, van egy ötletem. Kéne egy ilyen... Ez mi a szar? Néma, védelem is van. De durva. Azt mondja, locomotion. Új. Ezt előbb le kéne tenni. Ajj, és forog a bomba. De durva. Na mindegy. Ötletnek nem volt éppenséggel utolsó, de lehet, hogy csak ilyen öntöttem el valahol. Aha. Még oda is lehet. Érted? És most mi bombára kössem rá fixem? Vagy mire vársz? Miért nem ereszted el? Most egy kicsit azért úgy kétségeim támadtak. Nem, ez biztos, hogy nem. Valamit én itt elrontok, csak nem tudom mit. Nem tudom, hogy... Jaj, vágj, ez megvan, aha. És akkor most ezzel a cuccal ide rá tudom tenni a holdert, és akkor majd úgy fog működni. Értem.
Mert ez nem fogja, mint az ökör, gondolom én. És akkor bombát belerakom. És akkor... De nincsen ezen. Nincsen gumim. Hol a gumi? Dot gumi. Igen, mert az ott nem fogja. De fogja, miért fogná? Nézd meg! Nézd meg, és fogja, és fogja. Ruhadás, ugye? Ez a pisztoly. Mindjárt azt is kipróbálom. Kiszedjük ezt a szart, ezt berakunk ide egy ilyen pisztolyt. Ez se az. Nem az, amit én keresek, hogy csak egy ilyen slider. Ez a slider. Csúszószar. Várjunk, nincsenek. Igen. Press, press H. Messi press H. Mi van, gato? Ez se az, amit én keresek. De akkor hó van az a cucc, amit én keresek, nézzük, rabber. Itt már itt legalább látom is. Ez mi az? Várj ezzel. Biztos. Na mindegy. Hagyjuk. Valamiért nem rántódik a bomba. Mindegy. Jaj, gyerekek. Na hát... Hát nem vagyok túlzottan ötletgazda most így a dologban. Viszont nekem rohadtul tetszett. Tehát maga a játék felejthetetlen élmény. Úgyhogy már ennyi volt a Besiege. Majd legközelebb még amikor rájövök, hogy hogyan kell katapultot építeni, akkor persze mindenképpen folytatni fogom. Honnantól viszont már akkor elég csúnya gépekkel fogok dobálózni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint ha eddig nem tettétek, meg iratkozzatok fel a csatornámra. Úgyhogy hát igazából ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!